Hát akkor szép jó estét kívánok mindenkinek a mai livestreamben, és hát most egy újabb hét, és hát a Midnight Club Los Angeles már a hetedik része. Kicsikét olyan sokáig tart a játék, ezt ugye látni is lehet, mert hogy habár a múlt héten és az előtti héten is ugye foglalkoztam a játékkal, hát most már azért tartunk a vége fele. Kicsit utána jártam a dolognak, és most már eléggé a vége fele fogok tartani, de hát még nyilvánvalóan akad egy jó pár verseny, amit majd ezzel meg kell csinálni, meg illetve néhány dolog is, de szerintem nagyjából ott, hogyha a bukot sikerül leverni, akkor azt hiszem, hogy elmondható, hogy talán a komplett sztorinak vége, és utána már ami van, ugye az meg a 100%-os végigjátszásnak lenne a része. De hát még meglátjuk, hogy egyáltalán ma hogy fogok eljutni, mert nincs kizárva, hogy ma be tudom fejezni, de lehet, hogy nem, akkor meg viszont a holnapi alkalom lesz majd erre a legalkalmasabb. De hát a hetedik stream az majd megmondja, hogy pontosan majd hogy is fog kinézni egyébként a dolog. Úgyhogy szerintem akkor vele is fogunk kezdeni. Tűjtsük be ott, ahol kell, és akkor meglátjuk, hogy pontosan, hát akkor hogy is leszünk ma. Hát, és természetesen ugye, ha minden szép is, akkor ezzel a Lamborghini-vel fog menni. Na, úgyhogy kikeressük akkor a versenyeket, mert hogy van azért itt két... Igen, van két tornament, ugye ez maradt, mert hogy még vannak itt ugye Time Trial 1, amit ugye el lehet kezdeni, illetve van még egy, amit meg viszont be lehetne fejezni, és akkor ugye kapnék autót, de már igazából, ha bár van egy Lamborghini, akkor mi az Istennek? Úgyhogy szerintem maradjunk egy tornamentnél, és talán nézhetjük, akár a Downtown kezdhetjük ezzel, én meg akkor szépen indítok egy izét is, meg nagyon jó, hogy ezt is lehetne akár tolni, vagy jó, nézzük ezt, mert hát mégiscsak médium, akkor legalább bemelegítésnek tökéletes lesz, és akkor utána meg neki lehet majd szaladni a két tornamentnek is. És akkor így jó is lesz a menet. Viszont azt nézem, hogy ő hol van. Aha. Nyilván keresztforgalom az fontos. Az nagyon kell. Viszont akkor menjünk itt fölfele. Próbálom utolérni az emberkét. És nagyon remélem, hogy a rendőr addigra nem fog arra jönni. Illetve ő meg nem nagyon fog elszágulni, elmenni a francba, hát jó, mégis. Túlpálya az nem olyan nagy cucc. Viszont ezt a Lamborghinit még mindig jó vezetni. Ennek nagyon örülök. Kicsit megdorgáltam őt. Hoppáre. Jó, hát úgy látom, hogy egy másik... Hó, nem. Azt hittem már, hogy egy másik helyet fogok összehozni itt nyílőnyel, de nem, mert ő is elrontotta. Király. Annak én már csak nagyon örülök, hogyha ő is elrontja. A mikrofon meg arrébb. Ne. Na nézzük akkor. Ó, és ez ugye 5 versenyzős. Na, hát az jó. Azt megint érted, eljátszuk azt, hogy nekem jön, de azért beszól. Úristen, na az közel volt. Nagyon közel volt. Ott! Oh, wow! Oké. Nincs több kérdésem. Jó, kezdjük! Nagyon jó, kezdjük. Hú, te! Jóval, szerintem ezt restartoljuk, mert ez...
Ez egy kicsit érdekesre sikerült. Szerintem ez lehet, hogy már jobb lesz azért egy fokkal. Úgy van, nyomjátok be a turbót, légy szíves. Nyomják itt izomból a turbót, hogy lehet hallani. Hát látszik, hogy most utoljára, amikor volt stream csütörtökön múlt héten. És gyakorlatilag elszoktam tőle. Mert azért durván hány nap, 5 nap. Telt el, igen, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, ja, meg ugye tegnap sem volt. Ugye szerettem volna, de hát... Opa. Na azért jó, hogy ez bemelegítésnek talom. Na igen, hogy akartam tegnap is, de hát mondtam, hogy mondom, esélyt nem látom a dolognak, úgyhogy mondtam, hogy mondom, akkor hagyjuk. Yes. Hú, na ez szép volt. Ez volt ám az igazi beelőzés. Jó van, jó lesz ez. Kicsit odalépek azért ennek a Lamborghininek, de hát na. Hát mondjuk azért ez a verseny azért ez jobb lesz, mint az előző, mert azért ez érdekes volt, az a hirtelen elém pattanó, spawnoló furgon. Azért ez egy kicsit meglepett. Így is meg lehet oldani. És nagyon örülök, hogy ez a megoldás az itt volt. Az meg gyönyörű volt. Teljes szívemből gratulálok neki, hogy olyan jól összehozta. Na, akarok ezen a mikrofonon egy lehelletnyit állítani, mert azért itt most kicsit zavar az, hogy csinál ilyet, hogy azért van ez a kar, ami ugye az volt a lényeg, hogy becsavarod meg minden, és akkor ugye megfeszül. Na hát ez... Kicsit úgy érzem, hogy ez nem akart nagyon mindig feszülni, és most lesz jó. Mert nem akarom túl közel nyomni a pofámhoz, meg különben ordítok a mikrofonba. Amúgy meg nem. Remélem, most már jó lesz. Egy lehelletnyi távolabb kell vinni magamtól, meg minden, mert amúgy jól érzékeli. Hát ugye Discord szokott néha egy picit problémás lenni, de... OBS-ben is most látom, hogy igazából sárgám, már majdnem szinte pirosan vizélek, lengek ki meg minden, bár azért kell. Mondjuk egy picit ferdén is áll a mikrofon, na mindegy. Evon. De azért mondom, igazából ez jó lesz szerintem. Na, ez az meg került fognom ezt a rövidítést. Szeressük. Ahogy ezt is szeressük, azt szeretem használni, de főleg így erről az oldalról. Atya, gatya, hogy hozzászoktam már gyorsan. Jó, mondjuk azért csinál néha ilyen érdekességeket, mint most ez az előbb. Így foroltam meg minden, nyomtam a gázt, aztán meg így elkezdett egy csöppet két kerekezni, vagy legalábbis így megemelkedni előről, de hát na mindegy. Azért ez csak elsikerült kapnom még ezt a eszkölédet.
Jaj, ez, ja igen, ez kétkörös basszus kulcs, ráadásul. Ez körverseny. Ja, sőt, ez nem a hosszabbik verseny akar ez lenni, csak most már rövidebb, miatt, hogy Lamborghinivel megyek, de szerintem de. De ez az. Ez nagyon jó. Hát, úgyis távol vannak, úgyhogy be tudom ezt venni. Tudom ezt használni. Ne. Ez jó duma volt. Tehát így hol? Tehát megnézem a tükröimet és akár meg hátra nézek és így sehol senki. Szóval ez jó duma volt. Ez tetszett. Ezért ez a durva, hogy annyira lehagytam őket. Tehát se nitrót nem kellett használjak, se EMP-t, tehát is semmit. Gyakorlatilag ott hagytam őket, és így lazán meg is van a verseny. Most nem kellett megöröltessem magam. Valószínűleg nekik nem nagyon jön be a kanyargós pálya. Hogy ja, igen, és majdnem 280 ezeren van. Na nézzük. Várjál, most arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg dob-e valami mission-t, mert általában szokott ilyenkor gyorsan. De ez is csak izét akar. Na mindegy. Menjünk rá a izékre. Tornamentekre inkább. Azért, várjál, ez mögöttem van. Ja, az nagyon fent van, lent van a búzsba. Hú, hát azért, az nagyon arrébb van. Várjál, lehet, hogy ezt kicsit meg tudom gyorsítani azzal, hogy bemegyek a garázsba, ami erre van, és akkor úgy megyek keresztül a városom. Szerintem. Akkor nézzük ezt. Wagers. Ja,
az a baj, szerintem ezek a wagerök is már inkább izének tűnnek, ilyen töltelékversenyeknek. Szerintem ezek most nagyon durván csak ismétlődnek. Valószínűleg itt inkább a tournament lesz az egyik nagy lényeg. Vagy meg azon gondolkozom, hogy nem tudom, hogy esetleg nem-e az, amiből kell, mit tudom én, 6-ot meg 10-et meg ilyenek. Már fene se tudja, nem biztos. Mindegy, nézzük meg a tornamentet, ez kész. Bár az a jó, hogy nem muszáj hardba nyomni, tehát lett médiumba is, mert a hard az inkább csak több pénzt ad. Mert nem ad semmi olyan pluszt, úgyhogy maradhat a médium. Ugye a hardot akkor érdemes megnyomni egy tornamentből, hogyha ugye autót ad, mondjuk, mint amilyen a DAP tornamentek voltak. Mert akkor a hardot megérte csinálni. Ezekből meg inkább a médium bőven elég, mert több pénzt ad. De van most bőven. Úgyhogy igazából pénz se kell nagyon. Na jó, van azért ez így érdekes. Oké. Azért ez már alakul. Az igen. Te is jött így mellettem, pont ugyanabban az irányba. Úristen, de szép izé volt drift ez. Na ezt nevezem a szívfarolásnak. Ja, igen, mondjuk ezt az egy kanyart nem tudom bevenni normálisan. Hopsz, ott meg a izé lesz a vasút. Jaj, a vasút lesz, utána meg le a izé. Csatornák. Hát én inkább nem ugrok most akkorát, mert ráadásul ott azt nagyon telibe kéne találni, és azt sokszor például az ellenfelek se tudják, úgyhogy azt inkább kihagyjuk. Már most ilyen autóval azért inkább érdemes ezeket kihagyni, mert különben nagyon rá lehet baszni. Na, első verseny meg is van, azt megijesztem. Ja, 3 verseny is általában a tornament, igen. De ez is annyi. Na, igen, és akkor most pont a tornamenttel meg is lesz ez a downtownos. Hogy hívják? Mohaha. Az apád beszarok érted, és akkor itt blokkol. Kicsit röhelyes. Mert gyakorlatilag beblokkolt, és azért lassultam le, vagyok lemaradva. Most már kezdem azért utolérni. Durván. Upszi, 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 upszi. Ó,
Ja, hogy amúgy is itt kell keresztül jönni. Jó, hát ez... Oké. Okay. Ja, és ez volt egy kör. Ja, ez körverseny. Na, tehát tényleg. Csinálunk egy ilyet, hogy inkább itt megyek, hoppáré. Mhm. Ez ám a farolás. Meg a kanyart is milyen jó veszem be amúgy. Na még egy turbót beküldünk. Na még egyet. Így. Itt ellövöm az összeset. Amit csak lehet. Oké, na még egy. Az igen már, hogy néz ki ez az Audi. Igen, amikor kicsit bagos a... izé... textúra, hogy próbálj ugye visszahozni a sérült részeket. És ez így sikerül, hogy ilyenkor ilyen matt marad a textúra. Valamiért ilyenkor a festést azt nem alkalmazza. Új, új. Jó, semmi gond. Van nitro, úgyhogy meg utol is érem, úgyhogy hát azért okoztam annyi káoszt, hogy ők is kicsit beakadtak, úgyhogy... No para. Na, még így is kapott egy taxit. Hozzá se kellett már nyúljak. Oh yeah. Jól jött egy kicsit az EMP, hogy lelassítsam. Ha már rosszul vettem be a kanyart. Na, az viszont... kicsit lassítós. Hogy már két csíkom is van. Ez igen. Mikor sikerült azt a két csíkot összegyűjteni? Nem tudom, mert most már megvan a harmadik is, úgyhogy zsír. Tudom most már használni. Nitrót nem akarok most ellőni egyelőre. Van kettő. Wow, az igen. Hogy beakadtam ott a valamibe? Ezek meg elmentek a rákba? Jó van, ügyik. Tettek egy kis plusz kerülőt. Na, ezért. Volt jó, hogy tartottam nitrót magamnál, még kettőt. Fölösleges lett volna előni még egyet, vagy hát már a fene se tudja.
Na, egy tornament pipa. És meg is vagyunk ezzel. Oké, na és akkor van még egy tornamentem, ami ez a beach tournament, közben esetleg. Champ is here. Why should I care? Because he's been making a lot of noise. Anyone can make noise. What? You saying they let him back in? Eventually, yes. And when they did, he burned through everyone. He's the top dog right now. This is your big chance. If you want to step it up, now's the time. Ez érdekes, akkor ezek szerint megvan a vége. Akkor lehet, hogy most lesz baszki vége, mert nem akarok hülyeséget mondani. Tehát baszki, maradt még egy csomó minden a végére? Vagy hogy mondjam, tehát hogy... Undefeated still. Me, the city champ. That's right. Now I'm just hanging with Nikolai. And about 50 beautiful women. You know me, boy, I'm relentless. Hey, let me call you right back. There he is. Judas. The ex-apostle. Looks like you picked the wrong team, man. And what you talking about? I won. Again, player. Good for you. See, you don't get it. We could have been friends. See, I don't think I'm rich or superficial enough to be one of your crew. And I haven't had any cosmetic work done, so. Well, you need it, fool! Okay, tough guy. Not quite sure why winning's made you so angry. I don't know why losing made you into a punk. Listen, man, anytime you want to go, I'm ready. Ready is one thing you ain't. Until you beat Tommy, Leon, and Letitia, just get out my face. You cramping my style. Your personality is cramping your style, dude. Player hater. Na, hát igen. Úgyhogy akkor belevágunk szépen abba, hogy le kell gyűrni... Minden egyes championt, a downtown-t, a beach championt, és a hills championt, és kb. Amúgy megleszünk. Amúgy érdekes, hogy jaj, igen, van még egy tornament. Ami azért odabaszós. És ha sikerül őket leverni, meg minden, akkor utána jön book, a city champ, és ahogy általában lenni szokott a minden klubok esetében, hogyha a City Champ-et levered, akkor gyakorlatilag kellene lenni egy World Champ-nek is, mert minden egyes izénél aztán... Várjál! Most gondolkozom, hogy a háromba... A háromba nem volt. Az egyben ugye volt a World Champ, ott, meg a kettőben is volt World Champ, hogyha a City Champ-eket leverted, viszont a háromban már nem rémlik, hogy lett volna World Champ. Ott szerintem csak City Champ volt. Igen. Ott szerintem csak... Várjál, nem. A háromban egy kicsit teljesen máshogy volt. Itt viszont ugye van... Egy City Champ, de előtte még ugye három embert kell legyűrni. Na jó van, hát nézzük akkor. Úgyhogy szerintem ez easy peasy lesz innenstől kezdve. És ráadásul medium, hogyha teljesen könnyű lesz. Pont elmentem a rendőr mögött. Another helping. Na. Na, hát igen, ugye ott vannak a rendőrök, úgyhogy hát most kihagyjuk a előversenyzést. Na nézzük akkor! Lássuk, hogy akkor hogy mint merre hány méter. Thank you.
Hoppá, itt még ugrató is volt. Felkészített volna akár egy scriptet kamionra? No, az igen. Itt letaroltam érted néhány parkolóautót. Főleg egy Eclipse-ed. Ez egy nagyon jól sikerült akció volt, de tényleg. Jós, ráadásul ugye három versenyt kell lenyomni, nem? Majd kiderül, nem tudom, talán három versenyt írt a játék. Ebből most az első meg is van. Úgy látom. Az első megvan. Ez teljesen jó. Ja nem! Kettő! Ja úgy lenne három. Hogy egy-egy, meg, és akkor az utolsó, de hogyha kettőt megcsinálok, akkor win. Tehát azt vittem teljesen. Lamborghini, Lamborghini ellen. Csak az mi óra az enyém meg Morcielago? Morcielago? Úristen, nem tudom. Na ezzel viszont bajban vagyok. A Gallardo tudom. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mondom, na Mizumisival mondom, kopogtatnak. Újúj. Ez merész volt. De ezt úgy látom, ő is beszopta, csak ő fent szopta be valami mással. Én meg itt lent ezzel, hogy neki szaladtam a tetejének a lejárónak. Így se láttatok kanyart bevenni. Azt most megmondom. Sijelj, elkezdett esni az eső, hát... Király. Aztán nem tudom felhúzni a tetőt. Gondolom én. Ja, azt hittem, hogy itt van valami izé kis átjáró még, meg és hogy ott kéne tovább menjek, de nem. Na, megvan Tommy.
Oké, nézzük a Beach Champet. Ez gyönyörű volt. Ez az. Kerítésbontás. És akkor hol a pénzem Sorostól? Jó, azért Nitrót nem nagyon fogok elhasználni, most egyet elhasználtam csak poénból, de... Mivel ott ugye versenyezni kell, ezért... Hát elég kohjunk. De az EMP is jól jön. Boom. Boom! Azt a double killed. Hú, ennek de sok értelme volt ennek az útnak. Csak itt tettem ott egy kört. Csak úgy, poénból. Ebbe az esőbe fogunk mi versenyezni. Az vicces lesz. Az vicces lesz. Muhaha. Ez egy ilyen bitch. Most mi van? Nem tudom, de ő is beszorult. Úgyhogy ez nagyon jó pofa volt. Jó, gratulálok én, kretén kapitány. Ennek úgy mi értelme volt? Volt egy izé rockstaros hordó. Jesus Christ. Jesus Christ. Jó van. Hogy ezt nem fogadtál? Ez meg gajárdó van. Az igen. Upszi. Véletlenül meglöktem egy picit arrébb. Óha. Szar van a haza. Kicsit szarban van az autóm. Na hát akkor ezt valahogy okosan kéne megoldani. Nem úgy, hogy totál károsra töröm magam. Hát az mondjuk úgy érdekes lesz. Főleg így. Igen, ez a szívás, hogy egy versenyt úgy indítasz el, akár egy tornamentet is, hogy nem javítódik meg az autód. Már csak azután, miután mondjuk megnyerted, akkor a következő verseny előtt ajánlja fel a játék. Tehát nagyon logikus, kösz. Nem javította meg az automat a benzinkút. Na még ilyet. You win the lead, but you're still a buster.
Oké. Okay. Jó vagyok. Semmi pánik. Jó vagyok. Jött a cél. Király. Na és tessék, most felajánlja, érted? Logika. Ez igen, csávó jó lesz a bazd meg. Kicsába. Akartam pedig szopatni. Menjen bele a szemben állóba. Ez micsoda fordulás volt, hallod? Na ez igen. Ezt lemásolni se lehetett volna. Amúgy azt nézem, a hotelen keresztül is tudnék menni. Ja nem, basszony, akkor mindegy. Jó, közben tele az EMP is. Cucc. Ez jó. Próbáljam meg beelőzni, aztán kap egy EMP bitch-et. Na, megyünk a pályára. Ja. Jó van. Kicsit még odaverem párszor a Lamborghini-t, semmi gond. Úgy, de még ledarálom a fél autópályát is. Miért ne? Most veszem észre, igen, hogy ugye az a gurató az, amelyik ott van középen, ez egy kis becsapós. Akartam használni. Na de hát... Mindenjel van. Jó van. Történnek egy kis érdekességek, nem mindegy. Semmi gond. Oké, ő is gyorsan meglett. És jöjjön Leon. Jó, hát igen, de most még benyom pár olyan izé reklámot, meg minden, ami amúgy kurvára nem releváns, mert már gyakorlatilag elfelejtették a játékot. Létezik. Ami egyébként ez a durva, hogy most ugye mikor? Ja, amikor elkezdtem a játékot, tehát ugye az első streamet toltam le, akkor pont akkor került vissza a store-ba, a Microsoft store-ba a játék, tehát megvehető állapotba. Hát igen, PS store-ba meg nincs. Mondjuk jó, ez most abszolút mehetne kötekedésnek, meg minden. De semmi ilyen. Ilyesre van más jó játék is, úgyhogy... Xboxra meg ez az egyik.
Köbő ennyi. Mondjuk érdekes, mert amúgy tényleg szerintem a Los Angeles az tényleg kifejezetten a izére volt nagyon népszerű 360-ra. És egyébként az lett volna a terv, bár, vagy hát nem feltétlenül az lett volna a terv, de hogy az egy B-terv lett volna, hogyha nem jön meg pont az Xbox Series X, amiről most játszok, hogy akkor a 360-on toltam volna a játékot. Hol van ez az állatja? Hoppá! Na ez igen? Ó, pomos jön le erre. Király! Nagyon jó, hogy erre jön. Meg bírom villogtatni. Reflektoroztatni. Ja, jó fele mentem. Jó van. Ez a szívás, hogy nehezen látom ilyenkor a kibaszott izét. Pontot. Megtévesztő. Húha. Úgy hallom, egy kicsit rombol. Amúgy nagyon jó, hogy nyomja a nitrókat. Megjöttem. Meghozzá, mint egy rögbi játékos úgy. Megérkeztem. Jújjúj! It has been kicentized. Ouch! Semmi gond, utolérem. Meg is teszem, meg is nyerem. Bejolózom. Elég volt meglöknem, nem kellett még ilyen pízni. Rég amúgy ez még terv volt. Ugye, hogy most már tele van az EMP-s részleg. Jó, úgyhogy ez durva, hogyha amúgy egy nagyon jól irányítható autód van, akkor elég az EMP. Az összes több ilyen buziság csak akkor kell, hogyha mit tudom én szarú irányítható autód van. Itt mondjuk egy Mercedes. Hú, tudom, ez mondjuk most kegyetlen duma volt, na mindegy. Az igen. Kicsit volt bugolva az ellenfelem.
Nézd már oda, és nem jolózza be, bazd meg azt, hogy izé neki menjen a szembeforgalom. Bazd meg. Majd én megteszem helyette. Jó, mondjuk nem a szembeforgalomnak mentem neki, hanem... Azt mondja, pszichó vagyok. Na még ilyet. Ilyen csúnya dolgokat mondani rám. Ez azt a rövidítést lehetett volna bevenni. Na mindegy, nem baj, úgyis megnyertem most már ezt. Úgyhogy ő is megvan. Úgyhogy lehet menni bukellem. Király! És tudod, durva, hogy még csak egy óra lesz. Úgyhogy egy óra alatt fogom lederálni. Jaj, micsoda a szöveg! Úristene, meglettem alázva. Na? Hello. Thought you would really like to know that the Hills tournament is back on. Really? Don't get fresh with me, big guy. Jó van, hát úgy látom, hogy... Bukellen még nem megyünk. Úgyhogy húzogatja a dolgot. Jó, semmi probléma, hát akkor megyünk Hugo ellen. Ja, más nem, akkor tudok ebben haladni. Aztán megbuk, majd telefonál, hogy na, akkor mikor gyűrhetem le a hülye fejét. Tessék, még egy parkon megyek hát. Na, meg is érkeztem. The Pantry Restaurant. What's up, Bessie? Not much, man. How you doing? Good. I'm ready for you now, Holmes. Good for you, but aren't you a little bit late? Huh? I already beat you. You beat me driving my sister's car. That thing was messed up. Yeah, something was messed up. I got a Golf 32 now, I see. Oh, really? Well, I hope it can drive for you. Excuse me? You're right, I'm sorry. You're the man, whatever. Come on. Don't be a punk. Give me a chance. All right, let's go. Jó van. Jó pofi. Golffal érted, én meg Lamborghinivel megyek, ne szórakozzon már. Tehát, hogy féles. De innen látni, baszk, hogy ott hagyom. Még hogyha azt mondom, baszk, meg hogy a fókuszommal megyek, akkor még azt mondom, hogy oké, megértem. De cseszed. És ezzel megyek.
ez meg gyönyörű volt. Tehát ez ellen semmi esélye nincsen. Jó, nagyon maréknyi esélye lehet, hogyha nagyon elbalfaszkodom akkor. De azon kívül... úgy szérészli. De cipszakos, azt nézem. Azért ez durva. De végre használom már ezt a rövidítést. Nem szoktam olyan sűrűn használni, mondjuk hát lehet értető is, hogy miért. Tehát nem tudom, hogy ez széria verseny Hugo Eglen, vagy csak ez egy darab. Mondjuk aranyos volt a játék, azt mondja médium, bazd meg, ez olyan easy-re kellett volna írnia, mint a szemét, mert amúgy ez az. Még így is, hogy neki szaladtam a falnak, még mindig nem látom. Ja, de most már látom, messze van még nagyon. Ja, series verseny. Kettő. Vagy hát három verseny, de ebből ugye kettőt meg kell nyerni, ez kész. Ez ugye sima verseny, igaz? Igen. Hú, nagyon jó. Ha most körversenyt kellene nyomnom, akkor lehet itt őszülnék meg. First, 'cause I allow it. I'm still gonna win this, that's it.
Ups. Így meg is zsúroltam. Jó, gratulálok, hát ez már nem kicsit volt zsúrolás, hanem ez már egy komplet konzervdobozgyártás lesz. Hoppáré, az igen? Mit leveredtem már? Már itt volt itt Tony Hawk, meg minden szírszar. Ebben aztán tényleg volt minden. Jó. Oh, wow. Idol! A szép! Ja, ennyi és akkor izé? Gondolom még nem jelent meg a... Nem, mert itt a Heels Tournament van. Meg gondolom nem az. Na akkor City Champ! Gyere ide apához! Parkolóházon keresztül mentem, nem? Mindegy, nincs több kérdésem. Na akkor... Book! Gyere, verjelek össze! Laposra. Here he is, the challenger. And here he is, the challenged. Still a comedian. So driving. That's the real joke. You remind me why we didn't end up hanging out more. Probably for the same reason none of these girls want to talk to you. Hey man, I don't really want to talk to you. Trust me, the feeling is mutual. So can we just race and then get on with our lives? Yeah, and I'm gonna send you back under whatever rock you came from. Yeah, right. És akkor egy szelenes hetes sel fog... Húbazd meg, nem tudok most már beszélni. Szóval egy szelenes hetest fog vezetni ő. Jó fasz, Mercedes-t! Add lófa! Na, hát akkor lófasz, ez easy lesz. A Mercedes az lófasz nem ér. Azt hiszem, na mindegy. Nem emlékszem úgy, mert az a helyzet, hogy nem játszottam végig, de videót láttam, ami igazából egy nem végigjátszás videó volt, hanem pont egy ilyen kis érdekesség a játékról, hogy mi az, ami ugye még esetleg lett volna, meg kimaradt, meg ugye kiszedték belőle, meg ilyenek, ugye ilyen infók, és akkor aztán csak úgy belettek vágva ilyen részletek, és én úgy emlékeztem, hogy mondom, szelenes hetese volt. De ezek szerint rosszul tudtam. Akkor viszont ez baromira könnyű lesz így ez a verseny. Hoppáré! Na ez... stílusos volt. Hogy kibírtam kerülni azt az oszlopot, hogy ne menjek neki. Oda figyelj, kisgyerek. Jó, hát... Jó, erről ne is beszéljünk, igaz.
Nagyon jó, hogy egyébként ezek visszaugranak. Oppáré, igen, ezt tudtam, hogy baj lesz. Figyelj, ettől függetlenül még visszatértem a versenybe, úgyhogy... Na ez viszont fáj. Ez fájhat. Pont a cél előtt lövöm el. Bódzi. Ja, és ez is csak izé, best of free, szóval lófasz. Na, körverseny, vagy szimpla sprint? Én nagyon reménykedem a szimpla sprintben. Buk elfelejtett indulni. Jaj, kis meleg. Ups, hát ez jön. Ó, de jó, bevettem ezt a kanyart. Jaj, de beküldtem azt az EMP-t. Ja, úristen. Elolvadok a tökéletességemtől. Retire the Master. Ki jobb folytam a játékot? De dúlván. Hát igen. Ja, igen, ugye Hugo meg most itt tök jól le fog szórakozni. Nagyon jó. Na. A kizárnak tartom, hogy ez lenne a vége. Már a franc tudja. Na nézzük, várja, akkor nyomjuk. Nem tudom mondjuk miért van ott úgy jelölve, de na mindegy. Meg úgy jelölve. Jó, hát akkor Hugót még leverem. Bum. Én azon csodálkozom, hogy legyőztem a City Champ-et, és így ez a... Így ez a... Kicsit olyan melankolikus, hogy így ennyi. Mert hogy nagyon nem történik semmi, de lehet, hogy várni kell még... Nevezem.
4-10-4. Na gyere, Hugo pajtikám, verjek le. Game picture unlocked. A gamer picture unlocked. Hoppá. Jordan Jumpman. Az meg mit akar? Gondolom milyen ugratás? Volt. Ja, és ez egy versenyes lesz, úgyhogy az nagyon jó. És közben... Hát félig le van harcolva kocsim. Ennyit a félig leharcoltról. Most már azért eléggé le van harcolva. Na, érjük utol ezt a kis hülyét. Utal is értem. Jézusom, meg keresztül megyek minden izé, fán, meg lámpaoszlopon, meg minden ilyenen. Kicsit sem rombolom a környezetet. Kicsit sem. Meg úgy az autód. Mondjuk, hogy utal értem már? Ennyi. Hogy levertem aztán. Win! Easy win! Jó, igen, és akkor ez lett volna még egyszer. Na, esetleg. Earned $1 million and became Carol's partner. Geci! A partner? I thought you hated me. Anyway, I'm kind of setting my sights higher than a chop shop business. Azt mondjuk, tudjátok, miért érdekes amúgy az $1 million? Ezt néhány autó eladásával amúgy el lehet érni. Amúgy. Na hát. Hú, ez azért gyönyörű volt. Jó, ez érdekes egyébként. Mert az a helyzet, hogy ezt nagyon sok minden el lehet érni. Nyerni egy Wager versenyt, amiben ugye Pink Slipet tolunk. Eladni az autót. Úgyhogy igazából, meg akkor lehet, hogy meg kéne csinálni ezt a time trial-t is. Kapásból amúgy 500 000 össze is lehetne hol... Ma, hát sőt, 6... vagy várjál? Hát, de jó, ezzel most értem, elgondolkozom, de... Lehet, hogy egy csomó mindent meg lehetne csinálni. Úgyhogy... Majdnem még azt mondom, akkor várjál már, akkor baszki, még ugye Carol contractja van még, úgyhogy az lesz a vége, ami hát... Mondjuk ugye ez egy kicsit olyan, mint mondjuk a...
GTA 3-nak a vége, hogy kell ugye pénzt összeszedni ahhoz, hogy ugye az utolsó mission-t megcsináld, akkor ugye, meg ugye az a Vice City-nél is, hogy ugye tehát kicsit ilyen GTS-re vették a formát, és hát ahhoz, hogy mondjuk úgy kapjunk egy befejezést, ahhoz $1 millió össze kell gyűjteni, ami hát ez így érdekes. Mindegy, szóval, ja. Na viszont akkor kicsit nitrózom, de most abszolút lemaradtam. Mert az ütközés miatt. És annyira nem jött jól. Az mi a szar? Ja! Mert ugye ott van még ez a hülye út az ott lent. Rájöttem. Úgyhogy még az egy dolog, hogy bukott, akkor még megvertem, mint City Champ, de még nincs vége. A játéknak még nincs vége. Úgyhogy igazából csak az van, hogy most itt a maradékokat kellene megcsinálni, ami most annyiból jó, hogy van, mert ugye van ez a luxury is menet, amit lehet lenyomni azzal, hogy van a Mercedes, illetve van egy SUV-s menet, amit ugye meg lehet csinálni a Land Roverrel. Úgyhogy igazából van mit összehozni. Úgyhogy igazából majdnem az van, hogy egy csomó versenyt kell csinálni ahhoz. Oké, és okozzunk tömeges káoszt. Aha, ez itt szép volt és érdekes volt. Így levegőbe kerültem, meg hát elkezdett csöppet... Hogy is mondjam, forgolódni. Az ilyeneket mondjuk jó lenne kihagyni. Mindig szereket. Kettőt így elkezdtem kiütni egy EMP-vel. Na, Lester, gratulálok. Kurva szar helyen mentél, úgyhogy na, így lett meg az első helyem ismét. Elbaszta, hogy idiótája. Na ez valahogy nem rémlik, hogy volt ilyen útvonal, hogy erre kellett így menni. Úgyhogy lehet, hogy ez egy picit új. Nem biztos, csak lehet. Hoppa, megjött az Audi. R8-as. Szaladna neki basszus kucs valaminek szemből. Yeah.
Tényleg amúgy azon gondolkoztam, hogy egyes missionek adnak plusz pénzt, vagy az csak ilyen... Vagy milyen izé dolog, azt meg kéne majd nézni, hogy ez mi. Egy esetleg ír-e valami reward-szerű dolgot, hogy mit ad pluszba, pénzt vagy repet. A repet akkor mondjuk annak sok értelme nincsen, mert ugye hát azt már nem tudom tovább gyűjteni. Tehát már megtelt a szint. És ott a vége. Vége. Oké, megvan a második verseny is, és akkor jön a harmadik. Igen, tehát még 400 ezer fele fogok most még csak tartani, de hát majd meglátjuk. Azért néhány autót nekről kell adni, ami mondjuk nem kell már. Mert azért ott van még ez a luxury-s verseny. Vagy hát, majd meglátom. Na mindegy, megnézem. Nézegetünk ott majd most a missionek közt, hogy gyakorlatilag ez hogy működik, meg mi újság van. Ezt a részt úgy nem szeretem, amikor így kell kanyarodni. Erre rá. Ja, rohadt szűk a hely. Ugye pálmafák középen, meg ugye parkoló autók a szélen. Tehát rohadt gyorsan nem lehet azt bevenni. Ezt vagy úgy ultrán lefékezve, vagy sehogy. Már közelít az egyik motoros, az valószínűleg pont Lester lesz. Nem baj, kap egy EMP-t. Ha beelőzne véletlenül. Meg is van. Négyszáz hét ezer. De 16 ezeret, azt rohadt. Na hadd nézzem meg ezeket. Mert ilyenkor hogy van? Mert csak annyit mond, hogy Win 6-ray, igen, tehát hogy ezek vannak. Nyilván azért ad pénzt, ha ugye csinálok bizonyos versenyeket, de nem tudom, hogy az, hogyha mondjuk teljesítek egy ilyet, akkor az is beleszámít. Mindegy, van egy tornament, egy másik, úgyhogy esetleg arra is rá lehet feküdni. Exotic champ, hoppá! Pete calls challenging you to a race in an exotic vehicle. Pete is cruising Sunset Boulevard in a Ford GT. Oh. Gyere csak! Exotic champ. Érdekes. Azt hittem, hogy City champ van, aztán viszontlátásra. De nem. És itt van közel ráadásul, úgyhogy na ez jó lesz. Ezek szerint még lesznek még ilyen csempek is. Where the heck are you hanging out?
Na, jó van. Így van. Na nézzük akkor ez milyen. Ez körverseny. Nem szeretem a körversenyt, de ez úgy lesz ki, hogy ez viszont valami gyors menet lesz, csak itt a izén fogunk menni itt a freeway-en. Én akkor lehet, hogy beküldök egy nitrót. Van ilyen pím is, hogyha kell. Jajaj! Igen, elkezdtem ott kétkerekezni a korláton. Jönnek a Tony Hawk trükkök autóval. Keserű, hogy ilyen helyen megyünk. Ajajajajajajajajaj, na ez milyen tiszta, izé... kanyarodás volt. Csak ez egy körverseny, Jézusom. Azért ez kemény lesz így. Igen, inkább lassítok, mert majd nem sikerült már egyszer csak úgy véletlenszerűen borulnom. De minek szaladtam neki? Ujj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 
Hanyanyára is borítom meg ma ezt az autót? Harmadjára? Vagy negyedjére? Igen, ez veszélyes, amikor ilyen helyre küld. Ez nem tudom mennyire jó. Egyetem mennyire éri meg ezzel szórakozni, hogy nem elég, hogyha mondjuk a forgalmasabb részen megyek? Nem biztos. Hát ugyankor nem fogadja el. Ezt nem merem megkockáztatni. Csak ez se sokkal jobb, amikor így ugrálok meg minden. Igen? Az előbb pedig egy hatalmasat rontottam. Bazd meg! Nem tudom ott mi dobta meg az autómat, egyszerűen valami kegyetlen volt. Jó, tényleg itt középen is tudok menni, mert ugye ott izé aztán vége az útnak. Ja, hoppá, még ugye kanyarodni is fogok. Na most lehetne nyomni a nitrót. Mert mindegy, elhasználtam már a nitrókat, úgyhogy e van. Most meg valaminek neki szaladtam, de úgy a semminek. Oké. 13 000. Ennyi. Exotic Champet is legyűrtem. How exotic. Hát, de még mennyire? Mink van? Ugye még pont az előbb ezt akartam elindítani. Hello. The Hollywood tournament is back on, my man. Meg ugye tornament is van. Még egy. Ezért kéne még esetleg megnézni az ilyen Voyager-öket, legalábbis amit ugye lehetne Pink Slip-be tolni. Ugye azok kamiusságban, mert most egy csomó tornament most van.
Ami jó, oké, tehát fasza, meg minden. Ugye rendőr? Mi van? Red light race discovered. Hoppáré. Na. Küldjük neki. Na megint Lester, beszarok. Lester mindenhol ott van. Azért ez a kanyar az annyira nem jött be. Azon gondolkozom viszont, lehet, hogy a Corvette-et eladhatnám. Pölö. Ezt megvettem meg minden, aztán ugye meg lett a Lamborghini, úgyhogy igazából már mindegy. Már azt hittem, hogy megint most menni kell a homokosba, de nem. Hú, de viszont dele vagyok maradva. Az a baj, na az a kipördülés, az annyira nem tett jót. Ahogy ez se. Ugyanez a verseny még egyszer, de most már jobb lesz. Ez igen. Köszi. Ez nagyon jól jött. Mondjuk 1 milliót összegyűjteni, ezért nem kis pálya lesz ez, de hát meglátjuk. Mondjuk például ugye a 3000-est is jó lenne begyűjteni, ugye van egy time trial is, amit ugye lehetne csinálni. Nem is tudom, milyen autót lehetne nyerni. Ugye van egy Boss Mustangon például, ugye azt is el lehetne adni. Igen, úgyhogy van például néhány autó, amit már el lehet adni, de azért majd megnézem, hogy körülbelül mit érdemes eladni? És ez mennyit dobna? De hát nyilván először most a tornamentet lenyomom. Utána megállt, hogy be is megyek a garázsba. Mondjuk ilyenkor jó, amikor az ember sok autón ül. Egy játékban. Nem férek el. Négy húsz! Te kurva, bekúrtam a könyökön, bazd meg. Aj, Istenem. Egyszerűen mesés.
Hát kicsit szar volt az indulás, na. Nem baj. Összegyűjtök egy kis nitrót. Ó, na ez új. Eddig így erre nem kellett menni. Úgy csak abban reménykedem, hogy körverseny ne adjon a játékban, az a baj, hogyha ugye három verseny van, mert ugye tornament, biztos egyet be fog dobni. Szinte tuti. Jaj, nem á! Oppáré. Na, ilyet se csináltam sűrűn. Jaj, meg azt hittem, hogy megyünk a tengerpart felé, mondom, jaj, ne. De hát jó, nem. Hál' Istennek nem. Na itt egy nitrót beküldök, mert ez csutka egyenes innenestől kezdve, itt ez. Ez jó ki lett találva. Ez szép volt. Így kell megfordulni. Na, így né. És ez még csak a másik verseny volt. Ha. Azt hittem már a harmadik. Na hát nem, rosszul tudtam. Na az igen. Úgy megint jól néz ki. Érted is? Motorról nem tudok slipstream turbót csenni? Nem. Csak autóról. Valószínűleg motorral lehet motorost, meg autóst. De autóval csak autótól lehet ezt összehozni, motortól nem. Ez enyhén bullshit, de hát na mindegy. Gondolom rá akartak menni azért a realisztikumra. Ne, na mindegy. Huha! Huha! Na az... Adja világ! Ez közel volt. Úgy érzem, lehet, hogy lesz nem sokára egy ilyen PB-cs. Szia, Dávid! Az igen, ketten ott be... Ja nem, csak egy ember akadt ott be. Ez jó.
így kell ezt csinálni. Jézusom, bazd meg, én meg már fénysebességgel megyek. De kurva élet. De aztán bezeg ezt a kanyart, nem bűnöm vele, azt a rohadt, na én ott csutkára lehagytam mindenkit. Jó van. De ez gyönyörű. Tornament utolsó versenyét így kell megnyerni. Szépen és büszkén. És minél gyorsabban. Na, 4.43. Várjál, ne, én ezt akartam. Most pont garázsba akarok menni. Na, mert vannak autók, amiket szerintem el lehetne adni. Ami nem, tényleg nem kell. Úgyhogy megnézzük, mi az, ami nem kell. Mert ez kellhet, mert van úgyis SUV-s, és azt lehetne csinálni. Ez a luxury versenyekre lenne jó. Ő például nem kell. Úgyhogy ezt el lehet adni. Már 526 ezer. Van ez a Boss Mustang. Ő se kell, őt is el lehet adni. Na már 540-nél tartunk. Van a Challenger, ami szintén nem kell. Mert nem annyira jó használni, úgyhogy... És itt a Camaro is, úgyhogy gyakorlatilag... Ezt mondtam, 600 ezeret szerintem már össze tudok hozni ezzel, hogy eladom az autókat. És akkor a kókuszt nem vagyok hajlandó eladni. Ott egy meg a rosszabb. Nope. Viszont ugye ezekből lehet kisebb versenyeket még összehozni. Illetve a Lancerrel lehetne akár, ha bár Pontiacot el fogom adni, és akkor van 645. És hagyok néhány autót meg. Na most a Luxury, lehet, hogy rá fog szaladni arra, hogy a Luxury-t most ezt meg fogom csinálni. És kicsit birizgálni fogom a gépjárművet. Zont jó, az nagyon jó, és performance-ba, ja, az ki vagyunk csutkázva, királyság, akkor nem is kell lennie több. Na, mert van ilyen luxury amit lehetne csinálni, mert ezt megcsinálom csak úgy heads-ből. Igen, ugye ez nem tud, ez a wager csak izét. Ja, ugye lehetne például ilyet is csinálni, ez nem tud csak pénzes wagert csinálni. Vagy most az a jó kérdés, hogy vagy a fene se tudja. Nem, mindegy. Jaj, Nikolaj! Raymond, best of three. Adjad. Hát ez gyönyörű. Jó, igaz, szembeforgalommal megyek, de hát akkor is. Rendőr a túloldat. Jaj, én meg egy jót abszizok. Ó, de legalább akkorát tüsztettem, bazd meg, hogy majd kiszakad a tüdőm. Fú, de ez a Mercedes azért ez... nem éppen a legjobb. Ezt kell, hogy mondjam. Nem baj, legalább van 4 nitró. A zont azt ki kéne fejleszteni a francba. Nagyon jó volt az a kuka a semmi közepén. Egyszerűen imádom. Hát ez jó lesz így. Na, egy új fixet most lekertem, mert már azért most elkezdtem roncsolni az autót, és most jó lenne úgy elkezdeni a versenyt. Nincs rajta egy darab karc se. Ez is Mercivel van. Ez megy, bazd meg, a járdán. Van ilyen? Normális.
nagyon nem hiszem el. Most ezt azért bukom be csak, mert bazd meg neki szaladtam egy autónak, úgy kiforolt az autón, mint a büdös kurva élet. És... Na hát ez hihetetlen, nem mindegy. De nem fog így kanyarodni ez a tragadt szar, úgyhogy... Baszhatom. Igen, úgyhogy kurva jó lesz na ezzel kanyarodni, most megmondom. Milyen helyen megyek te? Kettes szintű zónom van már. Bazd meg, ez meg fel se tűnt. A picsa életbe. Fel se tűnt, hogy nekem annyira ismeretlen volt az útvonal, ezt még nem jártuk be. Nem néz ki rosszul egyébként ez a Mercedes. Csak az a baj, hogy na ezt viszont kurva szar vezetni, tehát amennyire szarul kanyarodik, na ezzel tényleg zónozni kell, hogyha hirtelen akarok megfordulni. És ez nem vicc. Mert igen, ez ennyire szar. Driving like a bastard. Ja, rider is egy bastard. Ja, hogy ez egy körverseny. Áááá. Na, most már értem. Mondjuk az a helyzet, hogy azért a Dub Edition-es autók közül, mondjuk nyilván a Lamborghini a legjobb, de azért ez a második. Mi a fasz? Ja, mert arra megyünk tényleg ugye kört. Igen? Na, viszont érdekes, hogy mondjuk a zónt nem kellett használni, ami meglep. Na, és akkor megvan egy Vina Luxury-vel. Viszont jól láttam, hogy zöld volt, ergo az azt jelenti, hogy rohadt easy.
Ó, megtaláltam a dudát. Hehe. Ez vicces volt. Igen, mondjuk, hogyha ilyenek a kanyarok, tehát ilyen enyhe, vagy egyébként ezzel nincs probléma beton venni, csak amikor ilyen kurvára nagy derékszögű kanyarról van szó, mint most, ami jön, akkor azért azzal megküzd. Mert olyan kézifékest kell nyomatni, mint az őrült. De faroltatni kell az autót, bár mondjuk az se sokkal jobb, mert ezzel is szeret nagyon jól megcsúszni. A Camaro volt olyan. De mondjuk ez is szeret csúszkálni azért. Been there, done that. Na. Na, ez közben az achievementeket is összehozom. 2 per 2, 655 ezer. Ez jó. A feature-ökön rohadtul gondolkozom egyébként, hogy azok... Ú, egyébként Ducknál tudok izét csinálni. Próbáljuk meg a Hollywood tornamentet tényleg, hát mert ugye tornament, abban lehet pénzt is szedni. You're the best in South Central, congratulations. Azért ez kemény. Na, se gondoltam volna, hogy ne ilyet is kapok. Várjál! Fenéket, még eszembe jutott, hogy volt még egy valakinek a... Win Wagers, first to win race... Ja nem, az sem... akkor nevermind. Akkor marad a tournament. Ugye aranyos, mert ugye hárnak írja a tornamentet, de ugye ez az, hogy ki lehet választani a szintet. És hát nyilván médiumra fogok rászaladni, ami, hát nyilván, ami ugye 2000-rel kevesebbet fizet, de annál biztosabb a win. De azért mondom, hogy ha viszont autóról van szó, hogy ugye azt ajánl föl, akkor rá kell szaladni. Na, úgyhogy akkor nézzük. Hát igen, érdekes lesz ez így, ezzel az autóval. Mm-hmm.
Ó, jó van. Nagyjából azért akkor összerakom, hogy ez hogy fog működni ez a kanyarodás. Ahogy tű. Ez annyira azért nem lesz könnyű. Szinte biztos. Nem is ezzel az autóval. Mondjuk azért izmos ez az autó, tehát egy szembe jövő autót azért így eléggé könnyen elkaptam. Ez mondjuk így van. Azért itt a vége fele kellett most már a Nitro-t nyomni. Ezért jött. Oké, hát azért próbálom ezt összerakni. Mintha akkor el lehet adni az autót. Jaj, ne! Na, ezt tudom, melyik izé lesz. Jó van. Úgy ütöttem ki a hármat, hogy az egyik nekem jött, az belém koccolt. Ja, nem. Nem, neki ment a izé, autónak, a forgalomnak. Húha, bazd meg. És a másiknak meg csak így neki mentem egy picit. És ez körversenyős, hogy... Érdemes az ellenét volt meg használni. Menj már innen a mi ureddal, he! Úgyban vagy. Az a durva, hogy igazából azt vettem észre, hogy na ezzel kifejezetten úgy lehet nagyon kanyarodni, hogy ha elengedem a gázt és nyomom neki, aztán megint tövig, tehát ergo elkezdtem egy kicsit faroltatni. Akkor működik. Tehát úgy néz ki, hogy a hátsó kerekesekkel ugyanígy működik a helyzet. Legalábbis amelyiknek, vagy legalábbis aznak, amelyiknek nagyon szar a handlingje. Jó van, ez érdekes volt. Hoppá, na, okoztam egy kis tömegszerencsétlenséget, úgy látom. Valaki neki szaladt a tömegnek. Igen, nyilván ilyen kis manőverekre amúgy fölösleges elhasználni a zónt. De olyankor nagyon érdemes, amikor mit tudom, én úgy érzem, hogy nem éppen okés a helyzet. Mondjuk ilyen ugratásokra is úgy látom azért működik ez. Akár azokra is érdemes használni.
Na, úgy látom, a többieket sikerült lehagyni most. Úgyhogy azért, ez a Mercedes annyira nem rossz. Ami meglep. Egy olyan autóhoz mértem, aminek ugyanúgy fos a handlingje. Lehet azért irányítani. Oké, okay, megvan a másik verseny is. The winner! Na akkor nézzük a következőt. Uhú, szar lehet. Igen, azért mondom, hogy ez durva, hogy nagy kanyart még azért el lehet egész szépen ezzel intézni. Mondjuk lehet azért, mert még nem is megyek olyan nagyon durva sebességgel, mint amilyennel a Lamborghinivel lehet. És akkor lehet ezért is megy még olyan jól. És meg is van a tornament. Úgyhogy király. És ügyeljétek meg, egyébként pont olyan helyen végzek, hogy most rendőr is rám fog menni. Mondom én? Jó? Hol vagyok? Mert igazából van... mink van? Lehetne akár ezt is csinálni, lehet ezt meg kéne próbálni. Meg kell fordulni. South Central tournament is open. Tök jó, mert most már tournament hátán egyébként ugye ezeket lehet csinálni, ami azért hoz pénzt, hát de ugye úgy, hogy három verseny. Hát ezt a tentrailt azt jó lenne megcsinálni, mert ezt nem sikerült összehozni, és hogyha összejönne, akkor ugye kapnék... A faszom vagyok adok ki máshol. Akkor kapnék egy 3000 GT-t, Mitsubishit, ami jó lenne, mert... végül is, ugye hát az is pénz.
Mert ugye az autót nem fogom nagyon használni. Na, levilloglak, rohadjál le. Mi volt az idő? 2:33.71-et csináltam meg, és 2:33.34 lett most a best time. Ami azt jelenti, hogy elméletileg ez lazán megcsinálható. Viszont nem egységes akkor az idő. Mert a legutóbbi alkalommal, amikor meg ugye próbálkoztam, akkor valami olyan idő jött össze, amit nem tudtam összehozni. Mondjuk ez most nem tudom, mennyire lesz ez meg. Hát ez sem ennyire. Majd kiderül. Ezért fura egy lassú autót vezetni már azután, hogy milyen gyorsokat vezettem, főleg a Lamborghinit. Ez piszak gyors. Na, talán... Hát, meglátjuk. Nem biztos. Nem, bazz, ne bassza már meg. Ha. Ezt az egyet nem bírom megcsinálni. Érdekes. Még nem sokkal jobb az idő. Kiemeltek, ezt meg tudnám csinálni. Kiderül. Jaj. Mert igazából most valahogy nagyjából a kanyarokat kéne esetleg úgy bevenni, hogy a... hogy mondhatni minél gyorsabban, tehát nem kéne, hogy nagyon forolgassak minden, hanem olyan ívet kéne válasszak, hogy gyorsan bebírjam venni. Igen, csak nem mindig jön össze. Az közel volt. Előbb is ennyi
volt ugye az idő, úgyhogy hát... egy kicsit kérdéses. Lehet, hogy így sikerül időt vesztenem, fene se tudja. Megpróbálok egy kicsit gyorsítani rá. Húha! Meg lett genya. De éppen hogy, úgyhogy valószínűleg az nyert most plusz időt, hogy a izé után, a nagy kör után, utána nyomtam egy gyors nyitrót, és akkor az lehet azzal sikerült összehozni most az időt. Jó, 6500, meg hát akkor a 3000 GT. Ez így jött össze. Na viszont van még, hát igazából van egy... esetlegesen ilyen, amit lehetne csinálni. Yeah, who's this? Que hubo, homie? It's Miguel. Got the hookup on some new cars in this time trial downtown. Ja, hogy most ugye megnyertem a time trial-t, és akkor... You can find me aquí nomás. Cruising around on Grand and Broadway. Be ready to ride in Kendall Mendez. Na mindegy, jó, hát lezavartam ezt a time trial-t, úgyhogy jó vagyok. Na viszont van nekünk itt egy... ez igen? How to megborítani egy Mercedes-t? Most mi az anyád van? Atya úristen, azért ez az autó kegyetlen. Jó, hát ez így érdekes lesz majd. Ujjjj. Jó, és ráadásul már most félig összezúztam az autót, szóval király. Csak mondjuk azért ez így eléggé cink lesz, hogy izé, hogy motor is van. Az nice volt. Két autó közt így elmenni. Igen, szóval lehet, hogy nem ezzel az autóval kéne ezt megoldani. És ez körverseny? Na jó, az érdekes így. Várjál! Ja, hogy csak kvittelni tudok a izéből. Na hát mindegy. Az igen, 22 ezret ad, jó van, van 714 ezem. Hát ha bár gondolkozom, vagy nem tudom, vagy esetleg... mondjuk nem tudom, hogy ez a luxury rész is mennyire íri meg ezzel. Jó, tudod mit? Van egy ötletem. Elszórakozok egy teljesen random versennyel, és... vagy mink van még? Van ez.
Bár ezek gondolkozom, hogy ezeknek a missionoknak mennyi értelme van eme formájában. Vagy mi? Ja. Hát várj, volt még egy torna, mentem. Ja, ez. Na mindegy, csak nem tudom, hogy tényleg ezeknek ilyenkor, amikor ilyen mission van. Once you earn enough reps, she will look you up. Ja, meg ki lehet őket még hívni? Ja, csecs! Te faszt érdekel! Ja, ez semmi. Mindegy. Akkor a lófaszt... Akkor megmondom, mi a szar lesz. Eladom a Range Rovert, ezt az autót. És jóló. $963,000 van. Szóval igazából csak néhány vers, úgyhogy még az Eclipse-et is eladom. Szóval az 1 millió. Jó van. Hát, ezt tudjátok, mit jelent. Na, Carol mindjárt most fog felhívni, akkor. Na, hát akkor igazából már rájöttem, hogy basszus kulcs, most néhány versenyt megnyertem, és igazából nem feltétlenül muszáj ezeket a missionöket megnyerni, mert ráadásul sok értelme nincsen. Az csak plusz pénzt hoz meg, ugye repet, ugye ez a játék menetben, vagy hát ugye azt abban, hogy ugye előre tudjak haladni a sztoriban, arra kell csak, de hát mivel most már legyűrtük a City Champet, meg most már az Exo Champet is. Oh yes. Whatever. It's good to see you, Annie. Don't forget about putting that new intercooler in my solstice. See you later, sweetheart. Hey, wait a minute. How can you leave now when the hot shot just turned up, huh? Aren't you two supposed to have some passionate romance, huh? Aren't me and you supposed to get into some big fight, huh? Isn't this Hollywood, huh? I spent the first 20 years of my life living under communism, learning how to live from the movies. Come on, show me something! You're drunk. Bye, guys. Have fun. So how you been, Carol? Yeah, I'm good. Sitting here, luxuriating in all my money. Yeah. Speaking of money, you still serious about your shop? Absolutely. I just had it valued. Business is worth $2 million. So $1 million buys me a 50% share, right? And all your work for free. You get to show off, pretend to work for a living rather than gamble your whole life away. Yeah, something like that. Yeah, something like that. Welcome aboard! Megkötöttük a partnerséget. This new guy comes to town. Young guy. He gets befriended by this old wise guy. És ez a vége. New guy. He got a little brain. Az igen mennyi City artist van. De nem sok vehicle meg karakter artist, azért ez kemény. Jó, emetek zenének kéne szólni, de hát... Érthető okokból kifolyólag nincs zene, úgyhogy engem lehet hallani.
Ja, hát igen, sikerült ma végigvinni, befejezni a Midnight Club Los Angeles-t, ami durván 2,5 órát jelentett most még a mai streamben, úgyhogy majdnem olyan hosszúságot sikerült összehozni, mint amilyen volt most már ugye az elmúlt pár alkalom, hogy majdnem 3 órás lenne most ez is. Na, picit a játékról, mert hogy akkor így ezáltal, hogy most már a Los Angeles-t is befejeztem, gyakorlatilag a Midnight Club szériát itt a csatornán befejeztem teljes egészében, ugye januárban volt egy eléggé szép Midnight Club menet, ugye 1-től 3-ig sikerült ugye ezt összehozni, a Los Angeles ugye sajnos az kimaradt, viszont most került pótlásra itt májusban. Szerencsére, hogy megjött aztán a Series X, így jobb élmény is volt játszani a játékkal, mint a 360-on. Nyilván egyébként, aki akarja azt az élményt, akkor ugye simán tudja pótolni a 360-on is, de sőt, mi több, most már a legjobb dolog, hogy visszakerült ugye a Microsoftnak a botjába, a store-ba, úgyhogy gyakorlatilag Series X-en, Series S-en is lehet tolni a játékot, vagy hát, ha valakinek, mint nekem, így chilli, villin van meg, akkor gyakorlatilag ezt Series X-en is lehet pattintani, mert én ezt most így vittem végig. Na, egyébként a játékról egy kicsit röviden. Hát azért látni lehet azt, hogy mennyivel másabb az előző részekhez képest, illetve azért elmondható, hogy a 3-hoz mértem meg egy hát visszalépés, mert hogy kezdve azzal, hogy összvisz csak egyetlen egy városunk van, se több, se kevesebb, illetve hát kevesebb a 3-hoz mértem, amiben 3 verseny volt, illetve ugye a Double Edition Remixből ugye 4 is volt egy Tokió, itt nincs, és a Complete Edition is inkább csak plusz cuccokat ad, mint sem, hogy mondjuk egy plusz város, vagy valami hasonlót, de minden esetre, ami még ugye elmondható, hogy egy picit repetitív tud lenni a játék, főleg, hogy utána most a vége fele eléggé ugyanazokat a tornamenteket, versenyeket dobálta be, mint ugye, amik eddig voltak. Hát nyilván ugye ott volt egy csomó ilyen lehetőség, hogy akár ugye SUV versenyt csinálni, vagy ugye a Luxury-t, amit most még azért úgy csinálgattam, illetve a motor, lowrider, meg ezek, ami gyakorlatilag azt az élményt adná, mint amilyen egyébként a Midnight Clubban jellemző volt, hogy akkor ki tudsz hívni egy-egy embert. És eléggé durva, hogy ez csak egy opcionális dolog volt, nem pedig kötelező jellegű dolog, ami szerintem egy picit lehetett volna kötelezővé tenni most. Én most ebben az esetben azt tudom mondani, hogy pont ez az, hogy lehetett volna kötelező, ahhoz, hogy a sztoriban előre lehessen haladni, és így egy eléggé nagy zicsert lőttek el azzal, hogy most azt mondták, hogy hát nem kötelező megcsinálni meg minden, ami pont a Midnight Clubnak egy lényegét így elvette. Na most igen, ugye a játék esetében ugye hát ugye nem volt egy sikeres része, és sajnos nem véletlenül. Hát a helyzet az, hogy a önmagában maga a játék élmény azért tényleg olyan volt, hogy lehetett szépen haladni, volt is benne nehézség, mondjuk főleg ugye a hard szint az eléggé adta a dolgot, illetve hát a hard ezt meg se próbáltam, tehát az szinte esélytelen volt. Ugye az autók viselkedése ugye eléggé változó volt, tehát mi például itt egy Lamborghinit vezettem, ami gyakorlatilag ultra baszó volt, míg itt egy Mercedes-t vezettem, ami hiába volt agyon szerelve minden, de kanyarodás megvezetése mindenleg borzasztó volt, és aki közben a kreditig így jól tudok pofázni, úgyhogy és még ráadásul így van vége. Úgyhogy hát szóval igen, egy kicsit gyengécske lett ez a rész, viszont nem jelenti azt, hogy egy olyan darab, amit érdemes kihagyni, úgyhogy, de lehet, hogy aki mondjuk tényleg ugye belevág a szériába, akkor annak azért csalódás lesz ez a része, mert hogy tényleg ugye mondjuk akár az előző részét nézzük, ugye a 3-at azért az eléggé durván tudott dobni, akár mint maga a városoknak ugye a felépítésében, hogy mennyi őrű dolgokat lehetett csinálni, illetve a nehézsége is, ráadásul ugye abban volt, hogy azért tudni kellett az útvonalat nagyon-nagyon-nagyon jól. Itt gyakorlatilag az öletbe hull a sorrend, tehát nagyon egyszerűen ki lehet találni, úgyhogy ez inkább átment egy szimpla versenyes, vagy olyan versenyzős játékba, ami esetleg próbált a Need for Speed-et mondjuk így le darálni, ami félig meddig
összejöhet, vagy sem. No, viszont a héttel kapcsolatban most gondolkozom, hogy a holnapi nap legyen-e, vagy sem, de szerintem most ez az, hogy egyetlen egy játékot tudnék esetleg, hogy talán lehetne folytatni, mert ugye most nagyon-nagyon-nagyon elmaradozott például ugye a Cyberpunk, úgyhogy igazából én a holnapi napot gondolkozom, hogy szerintem ki fogom hagyni, mert hogy a jövő hétre viszont, sőt, mi több, a jövő héttől egy teljesen más dolog fog érkezni. Mondjuk úgy hasonló menet lesz, és inkább, sőt, akkor inkább el is mondom ezt, mert lehet, hogy tényleg aztán a holnapi napban nem lesz semmi, hogy jövő héttől, mint általában most eddig, nem is tudom, Zsinórból talán a negyedik éve, vagy már lehet ötödik éve is, hogy csinálom a ilyen különböző nyarat. Ugye, hogy legalábbis próbáltam ilyen nyári programot összehozni, amiben ugye volt a Nintendo meg Sega hónap, viszont sokszor ugye, és ugye tavalyi év is elég olyan volt, hogy bukdácsolt azért a hónaptartás a nyáron, így arra gondoltam, hogy inkább legyen egy komplett nyár egy valamiről, és nem megyek túl messze, mert hogy bizony-bizony, hát bele fogunk csapni ismételten nagy autókázásba, már csak azért is, mert azért egy kicsit könnyen nem észthető nekem is, és amikor van időm, tudom csinálni. És ezáltal arra gondoltam, hogy akkor nem más, mint a Need for Speed szériát fogom nyüstölni a nyáron, úgyhogy jövő héttől hivatalosan NFS nyár lesz, és hát az első játékon gondolkozom, hogy esetleg az első részt elővegyem-e vagy sem, de lehet, hogy azért megpróbálom beüzemelni az leges-legelső NFS-t, amit megpróbálok végigszaladni, és nagyjából így fogok majd haladni fölfele. Nem minden NFS lesz, mert ami már volt akár tavaly előtt, vagy bármikor máskor, azokat nem fogom úgy még egyszer elővenni. Így nagy valószínűséggel a sorrend az NFS első része, második, a negyedik, mert hogy az még nem volt, a Hot Pursuit 2, illetve nagy ugrása Pro Street, Undercover, a Shift 1, Shift 2, illetve 12-es Most Wanted és a 15-ös NFS is, ha esetleg odáig eljutok, illetve annyit még meg fogok nézni, ja, ugye, sőt, ugye az Undercover is ugye benne lesz, és valószínűleg még amúgy lehet, hogy lesni fogok, és majd tényleg itt lesz majd a kérdés, hogy esetleg mennyi idő lesz, meg mennyi streamet fogok tudni összehozni, mert elképzelhető, hogy akár egy PS2-es Undercover-t is meg fogok nézni, vagy egy Wii-s Need for Speed The Run-t, úgyhogy bármi ilyesmire is lehet számítani, úgyhogy a nyár az komplett Need for Speed lesz, utána már aztán ősztől természetesen majd ilyen menetre fog visszaállni, mint amilyen volt eddig. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, és szerintem ennyi voltam a hétre is, úgyhogy találkozunk a jövő héten. A valószínűleg most a kérdés az az, hogy fog kinézni egyébként a hét, úgyhogy lehet, hogy kereked egy hét múlva fogunk csak újra, mert hogy nem tudom igazából, hogy most a hétfő keddem az. Sőt, a hétfő szerintem az tuti, hogy felejtős lesz, viszont a kedd lesz még esetleg kérdéses, hogy ott fogok-e tudni streamet tartani, vagy sem, bár lehet, hogy nem. Úgyhogy szerintem ebből jövő hét szerda lesz és csütörtök, és akkor legalább elkezdjük a Need for Speed-et tolni. Úgyhogy akkor addig is további szép napot, előre jó hétvégét, sziasztok!